ciao! Itt is vagyok újra egy következő menettel, ez ilyen, kiütősség, knockout! Féle cucc van, három kör, hát ismeritek a történetet, nem? Négy emberrel indul versenyezni, mindegyik körbe kibasznunk egyet, aki leghátul marad. Az így, sosem, mindig a versenyzést preferáltam, utáltam, nem szeretem a Need for Speed-eket, mert mindig arra menni, hajtanak, mindenki siet, mindenhova, borzasztó. Felgyorsult világunkban, az így is, a buzíban a nézők, csak úgy tépnek, és befarol elején bazd, meg indexeim, hát kurva anyám. Ja igen, amúgy rám jellemző az a szőkenő effektust, így, látok valamit, ezt elkapom. Viszont a táblákat így, azt eszetlenül szedem le, oda meg be kellett volna menjek, mert tök menő, ha lemegyek. Nem hiszem, hogy rövidebb amúgy, meg nem hiszem, hogy gyorsabb, vagy én nem tudom. Hogy lebasszom a seggem? Mint valami kanos szuka, a méteres eres dildóba bazd. Nagyon durva. Ja, amúgy engem ez a játék után. Tehát én, nekem gyerekkorom óta játszik ez, hát 2003-as. És öcsém, annyira kemény, hogy általában mindig tök jól megyek, három körön keresztül, mert nem, van egy hat körös, ott öt körön keresztül kurva jól megyek, utolsó kanyarba elbaszom, és akkor ilyenkor felkúr ez a játék, ott le kellett volna menjek, csak nem tudok figyelni, most már pofázok. Ah, ezért nem szabad egyszerre vezetni, most pofázni. A vezető figyelmét ez is leköti. Meg itt az egész világ ellened van, érted? Az egész világ, ami csak létezik. A kanyarok. A kocsikat oda teszi be a játék, hogy neked szar legyen be az meg. Hihetetlen. Azért jó, mondjuk lehet, hogy ide lemenni, mert itt nincs forgalom. De itt mindig ilyen beteszi az ugratók mögé abba a sávba, ahol te vagy. Szóval, hogy összejönnek a dolgok néha. Vagy viszont olyan szépeket szoktam itt katolni. Amúgy most is az lesz, még nem biztos, hogy figyelj, most egész jól mentem eddig, bár nem tudom, hogy ti ilyen profik vagytok, lehet, hogy nektek jobban megy. De hogy magamhoz viszonyítom, most egész jól ment, nem sokszor faroltam ki, nem tudom, mennyiszer mentem falnak, nem nagyon figyeltem. De most így ment, meg első is vagyok. És azért figyeld meg, ez a harmadik kör nem fog sikerülni valami. Olyan oltári nagy bakit csinálok, hogy ott férzek el helyben. De miért nem mentem be a rövidítésbe? Mindig beszoktam, érted? Nem megy videóban, nem megy. Nem tudok bizonyítani. Tessék, ezt mondtam. Erről pofát. Nem. Megkoromázni. Mert ugye ennek, amikor ilyen, hát hogy mondjam, ütközés modellje, nem túl reális, azért egy, valahogy feloglalom ezt a nagy fehér izét. Nagy dög állatkocsit. De úgy feloglalom, ötöt szaltózik, én meg megyek tovább. Van, hogy ő meg meg sem otszan, én meg elrepülök a picsába, szóval, hogy ez így elég random. Kicsit olyan, oh, láttátok? Near miss. Nem tudom, kiejtés mennyire volt profi. Fogjuk arra, hogy vezetek. Amúgy nyilakkal nyomom, mert úgy olyan old school érzés. Szóval ezt nem lehet Need for Speed Underground PC-n kontrollerre nyomni, mert ez nem olyan. És megnyertem azt. Race over. Igen, that's me. Csajok, bulák, meg pár fasz is körbeáll. Hát róluk nem szeretnék beszélni. Na, ciao.